hogy itt tekinthetik meg egykori királynénk, Szent István királyunk feleségének, Boldog Gizellának megkoronázását. Jessica. De lássuk a szereplőket magukat! Szent István király vagyok. Majd néven láttam meg a napvilágot atyám Géza fejedelem házában. A keresztségben kaptam az István nevet. Országomat a kereszténységre vezettem, és remélem ez örök időkre így marad. A magyarországi Regensburgban születtem 1985-ben. Édesapám második Henrik, Magyarország hercege, édesanyám Burgundiai Gizella volt. A kor szokásainak megfelelően Zárdában neveltettem. Eljöttem hozzátok, hogy férjem oldalán országotok királynője, s a keresztény erős bástyája legyen. Sajnos erről a körülbelül 1018 évvel ezelőtti fontos eseményről nem maradt fenn sem leírás, sem festmény. Mindössze annyi biztos, hogy az esztergomi bártáplomban volt az ötvenedik eszternő karácsonyán, és a főpap domokot vezette a szertartás. Ez volt a legelső király koronázás hazánkban! Ebből a korszakból felmaradt egy krónikából a német királyné egyik koronázási szertartásának menetet. A tudósok úgy gondolják, Gizellát is ez alapján koronázták meg. Gizella koronáját bátyjától, Henrik bajor hercegtől kapta. Az érsek a pápától kapott királynéi koronával csak Gizella vállát érintette meg, és nem ezt, hanem a királynéi koronát helyezte fejére, miközben ezt mondta. Thank you.
Bocsánatot kérek, hercegnő.